Csatlunk a magyar szerdai otthon lakóival 5 évre tekint vissza. Az első 2 évben még a saját tornatermünkben szerveztünk sportnapot nekik, aztán törekvésünkbe kezdtük, és létszámba is kezdtük kihízni a tornatermünket, és egy szponzornak, Szabadi Zoltán személynek köszönhetően kerültünk ide a Zobori élményparkba, és innentől fogva ez már a harmadik integrált kalandnapunk a fogyatékkal élőkkel. A neve is mutatja, hogy integrált, tehát itt arról szól a történet, és innentől fogva a pályázatot is egy pár szót ejtsek. A második éve szerepelünk a Szalva Vita Alapítvány által kiírt Agyai Ötös pályázati programban, ami arról szól, hogy a felnövekvő generáció élményeken keresztül ismeri meg a fogyatékkal élők világát, és mi ebben vállalunk vaskos szerepet ezzel a mai programmal is, meg az elmúlt több év visszamenőleg is. És azt kell, hogy mondjam, hogy ezek a kalandnapok évről évre hozzák az elvárt szintet és az elvárt teljesítményt a diákjainktól, és a törekvésünk az, hogy jövőben is ezt minden évben megőrizzük. Már hagyomány ez az iskolánkban és a fogyatékkal élők között, de szeretnénk ezt a jövőben is minden évben akár több alkalommal is folytatni. Ez a helyszín, ez egy új helyszín, ez tavaly épült fel, ennek a neve a Ability Ház. Itt a természet erőivel ismerkedettek meg játékos formában a programban résztvevők. A folyószabályozással, örvényekkel, elektromos árammal, megújuló energiával, napelemmel, hangrobbanással, a hangterjedési sebességével, ezt mind-mind játékos formában ismertik meg, illetve még egy nagyon fontos dolog, itt meg lehet ismerkedni a fogyatékkal élők, illetve a kerekesszékkel élők mindennapjaival, ki van alakítva egy ilyen rámpaszerű dolog, ahol az érdekeltek betekinthetnek abba, hogy milyen nehéz dolga van egy kerekesszékkel élőnek a mindennapokban. A Szerdahelyi Sportegyesületnek az értelmi fogyatékos tagjaival veszünk részt ezen a rendezvényen, mellette nagykarizsai középiskolás diákokkal. Az egyesületünk évek óta kereste el kapcsolatot az iskolával, ami hát hosszú hagyományokra vezethető vissza, szerencsére partner találtunk az iskolában, olyan szinten, hogy most már nagyon sok helyre az iskola is bepályázik, és elsősorban pályázati pénzeken igyekszünk programokat szervezni integráltan. Azért tartjuk jó kezdeményezésnek ezt a programot, mivel a középiskolás diákok megismerik az értelmi fogyatékosokat, a másságot, ezáltal ugye felnőtt korban is könnyebben el tudják majd fogadni őket, illetve hát reményeink szerint ugye környezetükkel, esetlegesen az ő gyermekeikkel is már másképp fognak erről beszélni, könnyebb lesz nekik. Az értelmi fogyatékos személyek azért szeretik el nagyon ezt a programot, mert egyrészt kiszabadulhatnak a lakókörnyezetükből, a mindennapukból, megismerhetnek más embereket, fontosnak érzik magukat, jól érzik magukat, mint hogy az ugye látható is. Vannak olyan diákok, akivel már évek óta kapcsolatban állnak, ez nem csak itt, nem csak egy-egy programon, mert voltunk már egyes sportnapokon, kirándultunk most körülbelül 2 hónappal együtt közösen. Igyekszünk változatosabbá tenni az életüket.